Függőlegesen elhelyezett rugók közé erősített golyó mozgását fogjuk vizsgálni. Először térítsük ki nyugalmi helyzetéből és hagyjuk magára. Ekkor csillapítatlan, szabad rezgést végez. Vizsgáljuk meg, hogyan mozog a golyó folyamatosan növekvő frekvenciájú kényszer hatására. A motor excenter segítségével a fordulatszámnak megfelelő frekvenciájú rezgésre kényszeríti a rugók közé erősített golyót. Növekvő frekvencia, növekvő amplitudójú rezgést eredményez. Egy meghatározott frekvenciánál az amplitudó példátlan mértékben megnő, a rendszer rezonanciáját figyelhetjük meg. Tovább növelve a frekvenciát, a kényszerrezgés amplitudója csökken. ezután csökkentsük a motor fordulatszámát, és azt vizsgáljuk meg, hogyan mozog a golyó folyamatosan csökkenő frekvenciájú kényszer hatására. Jól látható, hogy a rezonancia frekvencián ismét szélsőségesen megnő a rezgés amplitudója.